Május 20-a az adóbevallás ideje. Ekkor dönthetünk arról, hogy hova, mely alapítványnak utaljuk az adónk 1%-át. A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola alapítványa is jogosult az adó 1%-os felajánlására. Az intézmény igazgatónőjét, Karné Purcell Erikát kérdeztük, hogy ezen felajánlásokból az elmúlt években mi mindent tudtak megvalósítani. Igen, valóban az iskolánk alapítványa a tanulókért, az oktatásért, a holnapért alapítvány is részesül ezekben a felajánlásokban, és először is én nagyon-nagyon szeretném megköszönni minden szülőnek és minden támogatónak azt, hogy támogatják az alapítványunkat, és gondolnak ránk akkor, amikor az adó 1%-áról kell rendelkezni. Ezek az összegek nagyon nagy segítségünkre vannak. Az elmúlt években olyan 5-600 ezer forintnyi összeg érkezett be az alapítvány számlájára. Minden forintra szükségünk van, és természetesen nagyon jól fel tudjuk használni ezeket az összegeket. Az elmúlt években az iskolának az informatikai eszközparkját fejlesztettük. Tehát mindig volt lehetőségünk arra, hogy ezekből az összegekből projektorokat, számítógépeket, laptopokat vásároljunk. És az utolsó felajánlást szintén ezekre költöttük, illetve a tornateremben van egy színpadunk, és a színpadra vásároltunk függönyt, amit ugye el tudunk húzni, és akkor a rendezvényeknél szépen kulturáltan meg tudjuk a színpadképet ki tudjuk alakítani. És minden évben van arra is példa, hogy rászoruló gyerekeket, akik jól tanulnak, őket támogassuk egy-egy iskolai rendezvényen való részvételt finanszírozzunk. Az alsó tagozaton van az iskolánknak egy könyvtára, amelynek a könyvállománya kissé elavult már, és mindenképpen ezt szeretnénk a következő években fejleszteni, hogy a könyvtár könyvállománya tényleg olyan legyen, ami a gyerekeknek megfelelő, és azért a mai kor irodalmát tudjuk ott kitenni a gyerekek számára. És a bútorzata is elég kopottas a könyvtárnak, úgyhogy mindenképpen szükséges lenne ott új tároló helyeket, illetve könyvespolcokat beszerezni. Tehát ez egy cél, hogy az iskolai könyvtárunkat fejlesszük, és a másik cél, hogy folyamatosan bővítsük és karbantartsuk az iskola eszközparkját, gondolok itt a nyomtatókra, fénymásolókra, projektorokra, és esetleg, ha még interaktív táblát is tudnánk vásárolni, annak is nagyon-nagyon örülnénk. Tehát ez a cél, hogy fejlesszük az iskolát minden évben.